Azért jöttünk el, mert a cégek számára, különösen az agrár és az ipar szegmens számára soha nem volt megtérülőbb a napelemes rendszer a jelenleg elszabadult energiaárak miatt. Most akár a két évtől, négy év alatt meg tud térülni akár egy hatalmas napelemes rendszer is, ami az ilyen nagyvállalatokat is tudja segíteni. Mit kell tudni a rendszerekről? Tehát ez mennyire adaptálható a különböző szintű mezőgazdasági vállalkozók, termelők, cégek számára? Bárki igénybe tudja ezeket venni? Bárki igénybe tudja venni, és mindenki számára érdekes lehet, akinek van villanyszámlája, hiszen ugyan a napelem az áramot termel, és mindenki, akinek van telephelye, nyilvánvalóan van rezsiköltsége, áramszámlája és gázszámlája. Nagyon sok cég gondolkodik úgy a mostani világban, hogy megdrágult gázár miatt is, inkább által minden szempontból elektromosra, a fűtés, a hűtés, a gazdálkodás okozta tevékenységeit is átállítja teljesen elektromosra, és akkor ezeket támogatja meg napelemmel. Rengeteg olyan cég számára telepítettünk már napelemet itt Magyarországon, akik az agráriumból érkeztek, és büszkék vagyunk arra, hogy minket választanak, és olyan megoldásokat tudunk nekik, olyan személyre szabott megoldásokat tudunk nekik nyújtani, amikkel az egyedi fogyasztási igényeket ki tudjuk váltani. Vannak felmerülő kérdések is nyilván, azok például, hogy a megtérülési idő, és esetleg a karbantartási igény az hogy alakul? Karbantartási igénye a napelemes rendszereknek nem nagyon van. Nyilván fontos a tisztítás és a évenkénti felülvizsgálat, de egyébként a legtöbb rendszer sok-sok éven keresztül úgy működik tökéletes állapotban, hogy hozzá sem kell nyúlni. A fontos kérdés inkább az, hogy a telephelyek mennyire állnak készen a napelemek befogadására, mert a legtöbb telephely ugye 20-30 éves áramvezeték hálózattal rendelkezik, ezeket kell nagyon pontosan és nagyon korrekten felülvizsgálni, és megvizsgálni azt, hogy az adott telephely alkalmas-e a napelemes rendszer befogadására, de ezzel sem szokott semmi gond lenni, hiszen hogyha valami felmerülő akadály jön, hogy vezetéket kell cserélni, betápkábelt vagy bármit kell cserélni, ezeket mind-mind meg tudjuk oldani mi is. A legtöbb cégnél olyan elszabadult energiaárak vannak, hogy 150 forinttól 300 forintig is nyúlhatnak a kilovattóránkénti árak. Éppen ezért a megtérülés is ezért speciális, ahogy én ezt mondtam. Akár az 1,9 évtől, mert van olyan projektünk, hatalmas több száz kilovattos projekt, hogy 1,9 év alatt térül meg, maximum 3 éven belül van a megtérülés, és éppen ezért választják most nagyon sokan a napelemes megoldást. Van-e a lehetőség, hogyha a partner speciális igény elé fel, tehát ő akár tegyük fel egy csarnokra akar felrakatni a napelemet, vagy ha nincs más olyan helye, akkor esetleg egy földterületet áldoz fel. Tehát magyarul lehet-e ezzel is tervezni, tud-e segíteni a cégeben? Hála az égnek nagyon, a napelem egy kompatibilis dolog, mert a legtöbb tetőfelületre ez lehet fémlemez, cserép, szendvicspanel, de akár földterületre is lehet helyezni. Azért mondom, hogy minden egyes cég, minden egyes mezőgazdasági szereplő speciális megoldást igényel, és éppen ezért nem mindegy, hogy kit választanak a napelemes rendszer kivitelezésére. Akkor azt jelenti, hogy tulajdonképpen ez a rendszer szem előtt lesz nap, mint nap. A legtöbb ügyfelünk, akiknél már működőképes napelemes rendszer van, azt szeretik a legjobban, hogy reggel, mikor fölkelnek, ránéznek a telefonjukra, vagy éppen a számítógépükre, és az applikáción láthatják, hogy anélkül, hogy fizikálisan dolgoznának, mennyi pénzt keresnek nap-nap után. Különösen ebben az időszakban itt van a tavasz, és innentől dübörögnek a napelemes rendszerek.